Márk evangéliuma 14. részének 53. versétől így szól hozzánk Isten igéje. Ekkor Jézust a főpaphoz vitték, és oda gyülekeztek a főpapok, a vének és az írástudók is mindannyian. Péter távolról követte őt, egészen a főpap palotájának udvaráig, és ott ült a szolgákkal, és melegedett a tűznél. A főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Mert sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de a vallomások nem egyeztek. Ekkor előálltak néhányan, és ezt a hamis vallomást tették ellene. Mi hallottuk, hogy ezt mondta, én lerombolom az emberkéz alkotó templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkéz alkotott. De vallomásuk így sem egyezett. A főpap ekkor középre állt, és megkérdezte Jézustól, semmit sem felelsz arra, amit ezek ellened vallanak? Ő azonban hallgatott, és nem válaszolt semmit. Ismét megkérdezte őt a főpap, te vagy a Krisztus, az áldottnak fia? Jézus ezt mondta, én vagyok. És meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. A főpap megszaggatta a ruháját, és így szólt. Mi szükségünk van még tanúkra? Hallottátok az Isten káromlást? Mi a ti véleményetek erről? Azok pedig valamennyien kimondták az ítéletet, hogy méltó a halálra. Akkor némelyek leköpték őt, majd arcát letakarva ököllel ütötték őt, és ezt mondták neki, most profétálj! A szolgák is arcul verték őt. Eddig Isten írott igéje. Itt ugye bűnügyi tárgyalás van. És pedig egy nagyon különleges bűnügyi tárgyalás, ez a Jézusé. Igazából a mai napig számolva a történelmet, két nagyon lényeges bűnügyi tárgyalás folyt le. Lesz majd egy harmadik, hogy a történelem végén, amikor visszajön az Úr Jézus, ítélni eleveneket és holtakat. Eddig, bár szeretem a krimiket, meg szeretem a bűnügyi regényeket is, de igazából csak két darab igazán fontos bűnügyi tárgyalás volt. Az egyik az énekkertjébe, a másik itt a főpap házában. És érdemes ugye összehasonlítani a kettőt, hogy Isten hogy folytatja le ezt a tárgyalást, meg ezek az emberek hogy folytatják le ezt a tárgyalást. Ugye, amikor az első emberpár bűnbe esett, Isten este hűvös alkonyatkor sétálgat egyet a kertbe, mert szeretne társalognia az emberpárral, nem találja őket. És ugye kérdést tesz fel, Ádám, hol vagy? Oda megy az Isten a kertbe, és egy nagyon egyszerű kérdést tesz fel. Ádám, hol vagy? És Ádám azt mondja, hogy hát én elbújtam, mert mezítelen vagyok. Aztán Isten megkérdezte, hogy ki mondta neked, hogy mezítelen vagy? Vagy csak nem ettél arról a fáról, amiről azt mondta, hogy nem szabad, és akkor ugye Ádám ugye kezdje mutogatni, hogy hát nem tehetek róla, ugye az a feleség, aki te adtál, mellesleg, ő szedett rá, aztán ugye az asszony, hát a kígyó szedett rá, és utána érdekes módon, ugye, Isten bár ítéleted mond mindegyik szereplőről, a kígyóról is, az asszonyról is, a férfiről is, de benne van mindig a remény is, hogy nem olyan végső ítéletet mond, ugye a bűn következménye a halál, azt Isten előre mondta. Azt nem mondta meg el még egyszer. Hanem olyan büntetést, olyan ítéletet szabott az emberre, amiben mindig benne volt az is, hogy de ez még nem az utolsó. Még van remény, hogy ebből a helyzetből valamikor lesz megoldás. Ugye a kígyónak mondja, hogy majd az asszony szülni fog, az asszonynak mondja, hogy fájni fog, a férfinek azt mondja, hogy nehéz lesz a munka.
amiben az van benne, hogy tehát még lesz folytatása az életének, az asszony még fog szülni fiút, aztán tudjuk, hogy azért egy kicsit hosszabb lett ez az egész. Ugye ez az első nagy bűnügyi tárgyalás, ahol Isten a bíró. És ott látjuk, hogy Isten hogy folytat le bűnügyi tárgyalást. Itt az ember. Igazából ez a történet is egy kertben történt, vagy egy kertben kezdődött. Beszéltünk róla a múltkor, amikor az Úr Jézus azért van ott a kertben, nem elbújva, hanem kicsit, hogyan, a magányt keresve, hogy elkéri az Istentől a választ arra a kérdésre, hogy tényleg az az út-e, amiről ő tud, hogy a halálon keresztül vezet a bűnbocsánat útja. És megkapja a választ Istentől, hogy igen. És akkor berontanak az emberek a kertbe. Ugye, ha a párhuzamot látjuk, Isten hűvös alkonyat akar, beszélgetni akar az első emberpárról, bár Isten már rég tudta, hogy mi történt, aztán itt ugye egy embercsapat, nem is kevesen, rárontanak az Úr Jézusra, hogy elfogják, megbilincselik, elviszik a főpap házába. Óriási új ellentét a két dolog között. A főpapról talán még annyit, hogy talán feltűnt, amikor ezt a szakaszt felolvastam, hogy itt elég sokszor többes számban beszél Márk főpapokról, hogy igazából, ha hozzáolvasjuk az Ószövetséget, Isten rendje szerint mindig csak egy főpap volt. Áron egyik utódja, ő a következő főpap, és a megbízatása haláláig tartott. Igen ám, de közben ugye ott vannak a rómaiak, akik rájöttek arra, hogy ez a főpap egy borzasztó fontos ember a zsidó társadalomban, ezért ők egy kicsit megváltoztatták a dolgokat, hogy a főpap kapott kinevezést, de vissza is lehetett hívni. Itt, de aki egyszer már volt főpap, aztán abban az évben lehet, hogy már nem főpap, azért általában megtartotta a címét. Tehát ezért beszél Márk itt arról, hogy több főpap is volt, sőt, ez egy családi vállalkozás lett ebben az időben. Ugye Annás volt korábban a főpap, aztán azt már a rómaiak már visszavonták, de ő gondoskodott arról, hogy a fia, a veje, a következő fia, ugye a családból legyenek főpapok. Ezért beszél a Biblia itt főpapokról. Hát már lassan azt lehetett tudni, hogy ha a Biblia szerint nézzük a dolgokat, ki lenne az igazi, hát lassan már egyik se az igazi főpap. Ugye látjuk itt is, hogy mi történik. És a főpap palotájába viszik az Úr Jézust, ugye, tehát az utcáról mennek be, kapun át, ott van egy nagy udvar, ugye négyzetes udvar, körülötte vannak épületek, talán még emeletek is, Péter is ugye beoson, ott marad len az udvaron, melegszik a tűznél, és ugye elég sok ember van ott érdekes módon, hogy sepert alatt ott van az összes tanácsos a nagy tanácsból, ott a palotában. Van érdekes volt nekem a héten olvasni, hogy van egy-két biblia magyarázó, akkor azon csodálkozik, hogy honnan jött ez a sok-sok ember, de mi tudjuk, hogy ugye ez Páska éjszaka. Páska éjszakán senki sem szokott aludni, ugye kisgyerekeknek szabad, de úgy általában, ilyenkor az ember nem alszik. Hát pláne a főpapok, ugye a tanácsosok, a rabbik nem, az lenne a dolguk, hogy ilyenkor még jöjjenek együtt, üljenek le, beszéljenek arról, hogy mi minden történt, amikor Isten kiszabadította az ő népét Egyiptomból, annak mi az értelme, a mai napon, ugye, amikor mindjárt kezdődik az ünnep, akkor miről beszéljünk majd, templomi Isten tiszteleten. Tehát ilyen sok minden van itt, amit, tehát bibliai dolgokról lehet itt beszélgetni. És senki sem mer aludni, mert ez a virasztás éjszakája. Hát ugye, hát aki az elithez tartozik, az hova megy Páska vacsora után? Hát ugye a nagyfőnökhöz. Tehát biztos vagyok benne, hogy a nagy tanácsnak az egyik része már eleve ott volt, és amikor ugye biztosra vették, ugye mert Júdás jött, küldték az embereket, amikor biztosra vették, hogy mindjárt itt lesz az a Jézus, akiről már ugye lassan már 2 éve beszélünk, hogy nem jó, hogy itt van közöttünk, akkor lehetett valakit küldeni ugye egy másik asztaltársasághoz, hogy akkor gyertek ti is, és akkor ott van mindenki. Péter lenn az udvaron, ugye tűznél melegszik, az Úr Jézus vagy ugye az udvar mellett, vagy talán emeleten, egy nagyobb tárgyaló terembe,
a főpap házába, és zajlik a tárgyalás. És akkor ugye itt valami döbbenetesett olvasunk, a 55. versben, a főpapok pedig az egész nagy tanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák, de nem találtak. Ugye itt egy teljesen fordított tárgyalás folyik. Mit keresnek? Olyan vádat keresnek, amiért az Úr Jézust halálra lehet ítélni. Ugye az már eldöntött dolog volt. Az ítélet már megvolt. Legalább a főpap fejében, lehet, hogy több nagy tanácsos nagy a fejében is már megvolt az, az ítélet már előre megvolt. Halál, ezt az embert meg kell ölni, illetve öletni, mert a zsidóknak nem volt szabad abban az időben halálbüntetést kiszabni, csak a rómaiaknak. Illetve kiszabhatták, de ne, ugye a kivégzés a rómaiak előjoga volt. Az ítélet már rég megvolt. Már a harmadik fejezetben olvastuk azt, hogy már megelégelték az Úr Jézus tanítását és fellépését, hogy valahogy el kellene tüntetni őt. Az ítélet már megvolt, most az Úr Jézus, a vádlott is megvan, akkor mi kell még? Hát valami vád kerestetik. És akkor most látjuk, hogy nem gondolták végig a folyamatot. Ugye az eredményt, az ítéletet már végig gondolták, azt is gondolták végig, hogy hogy lehetne az Úr Jézust elfogni, az is sikerült. Hát most csak az első lépés még hiányzik, hogy ugye valamit kellene rá bizonyítani, amiért gyorsan el lehetne ítélni. Hát ezt most éppen nem gondolták végig. Ugye talán nem volt nehéz akár így éjszaka még embereket előrángatni, akár úgy az udvarból, hogy gyere te is, vagy még ismerek valakit, aki talán valamit tudna mondani az Úr Jézusról. Csak ha a látszatot is meg akarják tartani, akkor szükség van arra, hogy legalább két tanú valami hasonló vádat mondjon, ha lehet, hogy még többen is, hasonló vádat mondjanak, amiért ezt az embert halálra lehessen ítélni. És akkor azt mondjuk, azt olvasjuk, sokan tettek hamis tanúvallomást ellene, de mi történik? A vallomások nem egyeztek. Lehet, hogy nem egyeztek egymással, ugye az az egyik lehetőség. De amire Márk rá akar mutatni inkább, az az, hogy ezek a vádok nem egyeztek, mivel? Hát az ítélettel, amit akartak. Ugye az volt a nagy dolog. Olyas valamit kellett bebizonyítaniuk, amiért az Úr Jézust halálra lehessen ítélni. Az volt a nagy nehézség. Nem az volt a nagy nehézség, hogy találjanak két embert, aki ugyanazt a rossz dolgot mondja az Úr Jézusra. Ugye azt lehet előre súgni is, hogy ezt mondjad, te is azt mondjad. Sőt, ugye jönnek néhányan, ez a folytatás, előálltak néhányan, tehát hárman, négyen, ötten ki tudja, akik azt mondták, mi hallottuk, hogy az Úr Jézus ezt mondta, én lerombolom az emberkész alkot a templomot, és három nap alatt másikat építek, amelyet nem emberkész alkotott. Ugyan, hogy eleve néhány ember van, néhány tanú, a tanúvallomás ugye egymással megegyezik. Mindegyik azt mondta, hogy hallottuk, hogy az Úr Jézus két dolgot mondott. Egy, lerombolja a templomot. Hát ugye a zsidó felfogásban az az egyik legrosszabb dolog volt, hogy valaki fogja magát, és le fogja rombolni a templomot. Sőt, aztán azt mondja, hogy és építeni fog olyan templomot, ami nem is emberi kéz által jön létre. Tehát még varázsló is. De templomromboló és varázsló. Ugye ez óriási vád. Csak ugye, ők azt mondták, hogy csak hallották, hogy az Úr Jézus ezt mondta, de még nem csinálta meg. Hát ha még nem csinálta meg, ha még nem rombolta le igazán a templomot, ha nem hozott létre másikat, úgy emberi kéz nélkül, akkor igazából ez csak egy fenyegetés volt. És ezért mondja Márk, hogy és így sem egyezett meg a vallomásuk. Ugye egymással egyeztek a vallomások, csak a célról nem. Ez még mindig nem olyan vád volt, amiért az Úr Jézust halálra
lehetne ítélni. És azt keresték. Tehát így zárójelben érdekes, hogy ezt a vádot hozzák ezek a tanúk. János evangéliumában le is van írva, hogy az Úr Jézus valóban valami hasonlót mondott. Szolgálata elején, amikor először tisztította meg a templomot a nagy cirkustól, meg a nagy piactól, ami ott volt. Akkor ő tényleg mondta, de máshogy mondta, azt mondta a zsidóknak, hogy romboljátok csak le ezt a templomot, és én 3 nap alatt felépítem. Aztán lehet, hogy azt már kicsit félreértették, mert ugye az már 2 éve volt, hogy az Úr Jézus azt mondta, vagy 3 éve is, és akkor ilyesmit csináltak belőle, hogy jó hamis valomás legyen, hogy az Úr Jézus a templom romboló. De nem ő. És ő fog olyan templomot létrehozni, ami nem emberkéz által csinált templom. Ezért mondom, hogy első gondolat az volt talán, hogy valami varázslás által hoz létre egy új épületet az Úr Jézus. De majd Pál apostol még hivatkozik erre. Amikor arról van szó, meg János evangélista ugye kicsit jobban leírja, hogy miről van szó. Amikor az Úr Jézus azt mondta, akkor nem csak a kőtemplomra gondolt, hanem a saját testére gondolt. Ez az, ami mindjárt történni fog. Le fogják rombolni az igazi templomot, az Úr Jézus testét. És utána létrejön egy olyan templom, ami nem emberkéz által csinált templom. Ez meg az egyház. Így magyarázza nekünk késő Pál apostol. De ugye ez volt a vád. Több ember ugyanazt a vádat mondta. Nem az volt a gond, hogy ez a vád nem egyezett volna meg a különböző tanúvallomások között. Az volt a baj még mindig, hogy ez még mindig nem olyan vád volt, amiért az Úr Jézust halálra lehetett volna ítélni. És akkor előáll a főpap. És megkérdezi, hogy nem válaszolsz te semmit. És az Úr Jézus tényleg nem válaszol meg semmit. Azt sem mondja, hogy hazugság, azt sem mondta, hogy rosszul értették meg, mert az Úr Jézus mindjárt a döntő szót akarja elmondani. És akkor a főpap föltesz egy kérdést. És a kérdés ugye arról szól, igazából, hogy ki vagy te? Mit mondasz magadról? Ezt a kérdést teszi föl. Te vagy a Krisztus? Az áldottnak fia? Ilyen kicsit hirtelen jön ez a kérdés. Mi már többet olvastunk róla. Az Úr Jézus ugye megkérdezte a tanítványoktól, hogy ők mit gondolnak róla. És akkor Péter mondta, hogy hát te vagy a Krisztus. És akkor az Úr Jézus elmagyarázta Péternek, hogy de nem teljesen úgy van ez a dolog, hogy ő gondolja. Ugye? Mert Péter valami királyra gondolt, valami szabadítóra gondolt, valami Kossuthra gondolt, aki szabadítja az országot, és itt minden rendben lesz. És akkor az Úr Jézus a haláláról kezdett beszélni. Az meg ugye nem tetszett Péternek. Tehát csak az a szó, hogy Krisztus, azt még nagyon lehetett félreérteni. Kicsit így, kicsit úgy. De a főpap tudja, hogy ha erre kérdez rá, akkor az Úr Jézus valamit mondani fog. Te vagy-e a Krisztus? Az áldottnak fia, tehát az Isten fia. És akkor mondja ki az Úr Jézus a döntő szót, a döntő mondatot. Ha ezt nem mondta volna, akkor itt megállt volna a történet. Nem találtak semmit az Úr Jézusba, amiért halálra lehetett volna őt elítélni. Az Úr Jézus mondja azt a néhány mondatot, ami itt eldönti a helyzetet. És azt mondja, én vagyok. És meglátjátok az ember fiát, amint a hatalmas jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Ja, amikor arról van szó, hogy az Úr Jézus mit csinált, és mit nem csinált, még hazudtak is róla, hogy mit mondott, és mit nem mondott, akkor az Úr Jézus erről nem mond semmit. Mert nem az a lényeges kérdés. A lényeges kérdés az, hogy ki mit gondol az Úr Jézusról, mint személyről. És ha ez megvan, akkor utána megvan az is, hogy az ember mit gondol az Úr Jézus szavairól, vagy cselekedeteiről. A központi kérdés az, hogy ki ő? Te vagy-e a Krisztus? Kérdezi a főpap.
És az Úr Jézus kicsit pontosabban mondja, hogy mire kell gondolni. Először azt mondja, hogy én vagyok. Ugye, az én vagyok a Bibliában az egy különleges kifejezés, mert Isten szokta használni önmagára. Én vagyok az Úr, aki kivezettelek titeket Egyiptomból. Ugye azt olvasták előző este, a páskavacsoránál. Én vagyok. Ez Istennek a neve. Vagyok, aki vagyok. És így válaszol az Úr Jézus. Én vagyok, és meglátjátok az emberfiát, amint a hatalmas, ugye az Isten jobbján ül, és eljön az ég felhőin. Ugye ezt az Úr Jézus eddig csak a tanítványoknak mondta el, hogy lesz olyan, hogy ő visszajön. Itt az Úr Jézus elmondja a nagy tanácsnak. Miért mondja el? Ez egy kicsit úgy fenyegetés is, ha szabad így mondanom, de nem az a lényeges benne. Mondtam, a Krisztus szót lehetett egy kicsit így is értelmezni, meg úgy is értelmezni. Később lesz egy ember abban az országban, Bar Kochba, aki forradalmat indít el, abból lesz a zsidó háború, aztán a végén elpusztítják a templomot, aki szintén azt mondta magáról, hogy ő a messiás, csak ő ezt úgy értette, hogy ő felszabadítja az országot a rómaiaktól, aztán helyreállítja a rendet, amiben ugye nem ő a főfő, hanem újra a főpap, a nagytanács, meg tőle mindenki más lesz a fontos, csak nem ő. Az az ember is azt mondta önmagáról, hogy ő a Krisztus, csak nem úgy mondta, hogy az Úr Jézus. Mert az Úr Jézus itt azt mondja, hogy mi az a Krisztus? A Krisztusnak mi a feladata? Azt mondja, két dolog. Én vagyok az a Krisztus, aki az Isten jobbján ülök. Tehát nekem Istentől van felhatalmazásom, hogy uralkodjak. És eljövök majd az ég felhőin, az ilyen ítéletes kép. Én vagyok a bíró is. Te azt gondolod, hogy te vagy a bíró, elítélsz engem. Kérdezel valamit, ki vagyok én? Hát elmondom. Én a bírónak a bírája vagyok. Uraknak ura, királyok királya, bírók bírója. Az vagyok én. Ugye? Ez a Krisztus kifejezésnek a pontosítása. Az Úr Jézus azt mondja, két szóval. Úr vagyok. És akkor megvan. Megvan az a vád, amit kerestek, hogy el lehessen ítélni az Úr Jézust. Mit csinál az az ember? Istennek teszi magát. Azt mondja magáról, hogy neki olyan felhatalmazása van, olyan dolgokat fog csinálni, amelyeket csak az Isten tehet. Csak az Isten, egy a mi Istenünk. Azt vallották még előző este a páska vacsora alatt. Egy a mi Istenünk. Most ez az ember azt mondja, hogy neki adatot minden hatalom menjen és földön. Kell itt még tanú? Hát ülnek ott 70-en. Hallottátok? Mondja a főpap. Mi a döntésetek? Isten káromlás. Na, akkor már megvolt. Isten káromlás. Tehát most lehet őt halálra ítélni. Szavazzuk meg. Megszavazták. Aztán még, hogy bánnak az Úr Jézussal itt a végén olvastuk. És most nagyon könnyű lenne, ugye, azt mondani, hogy milyen gonoszok voltak ezek az emberek. Milyen gonosz népség, biztos a vérükbe van. De ugye, ami itt történik, az nem valami különleges. Az a különleges, hogy itt ugye szemtől szembe, itt a bűnös ember, másik oldalon a Szent Úr Jézus, itt szemtől szembe el is hangzik. Meg is történik. Történelmi valóságban. De ugyanaz a dolog játszódik le minden embernek a szívében állandóan. Hogy már eleve tudom, hogy amit a Biblia ír, az nem igaz. Hogy már eleve tudom, hogy Isten nincs. Hogy már eleve tudom, hogy bárki bármit mondjon az Istenről, nekem más lesz a véleményem, vagy nem fogom elfogadni. Ugye ez az emberi természetnek az alapja, hogy bármit szívesen elhiszek, csak ezt nem, amit a Biblia mond. Bármit el tudok fogadni, de azt nem,
hogy van egy bíró. Nem vagyok Isten tagadó, olyan hallottuk az egyik embertől, nem vagyok Isten tagadó, csak nem foglalkozom vele. Az mit jelent ezt? Hogy ő nem fontos. Tehát lehet, hogy van, lehet, hogy nincs, de olyan, mint a Szaharában egy tehén, hogy van-e, vagy nincs-e, annak nincs kihatása az életemre. Nem vagyok Isten tagadó, csak nem foglalkozom vele. Hát ez éppen az, hogy már eleve eldöntöttem, hogy ha van is Isten, akkor neki nincs se hatalma, se joga, nekem nincs dolgom ő vele. És neki sincs dolga én velem. Az ítélet már megvan. Csak utána még keresi hozzá az ember a vádakat. Hát ha lenne jó Isten a mennyben, akkor miért van ilyen sok baj a világon? Ha Isten jó lenne, akkor az első lányunk miért halt meg? És lehet még folytatni. Ha lenne Isten, akkor az ő keze lenyomatát miért nem látjuk? Csak keressük a vádokat. A vádakat hozzá, hogy miből lesz jogunk, most már ki is jelenti a többi ember felé, hogy tényleg nincs Isten. Én ezt már tudtam, én ezt már eldöntettem, az ítélet már megvolt, csak a vádat kerestem még hozzá. És pláne, amikor így az arcomba jön az ige. Amikor valaki elmagyarázza nekem az evangéliumot, hogy te azt gondolod, hogy te tudsz valamit? Te azt gondolod, hogy te tudsz gondolkodni? Tehát gondolkodni se tudsz. Azt gondolod, hogy te szabadon eldöntöd, hogy jót csinálsz-e vagy rosszat? Hát ez nem úgy van. Sőt, ahhoz, hogy te jó legyél, arra van szükség, hogy lemondjál arról a gondolatról, hogy te azt majd magadtól tudod elérni. Amikor így az arcunkba, az ember arcába jön az evangélium, akkor igazából két dologról van szó. Hogy te nem olyan ember vagy, amilyenek elképzeled magad, és Isten se olyan, amilyen elképzeled őt. Hanem pont fordítva vannak a dolgok. Nem te vagy a világ középpontja, hanem ő. Nem te döntesz Istenről, hanem Isten dönt rólad. Neked nincs jogod Isten igéjéről véleményt mondani. Először az Isten igéje mondjon véleményt rólad. És akkor néhány ember életében megtörténik az a csoda, hogy az ember térdre esik, azt mondja, hogy Uram, Istenem, igazad van. Ugye itt nem. De nem ez a különleges, ami itt történik. Ugye azt kell felfognunk. Ami itt történik, amikor elítélik az Úr Jézust, az az, ami ebben a világban az átlagos. A fura az, amikor valaki szembe találja magát az Úr Jézussal, és felfogja, hogy ő kicsoda. És hogy mindenem tőle függ. És csak akkor vagyok biztonságban, hogyha ő hozzá tartozom. Életemre, halálomra, feltámadásomra, örök életemre. Ez az, amit meg kell érteni. És még akkor is, amikor a hívő ember bűnt követel, akkor piciben megint ugyanaz játszódik le. Hogy valami helyzetről tudom az Isten akaratát, valami helyzetről tudnám legalább, hogy az Istennek mi az akarata, mi az útmutatása. És annak ellenére néha azt gondolom, hogy de én jobban tudom. De én most nem arra figyelek. Én most nem azt teszem, amit ő mond. Mert most ebben a helyzetben nem lehet. Vagy még nem tartok ott. Vagy hülye lennék ezt tenni. Olyan picibe minden bűn előtt lezajlik ez a kis tárgyalás újra a szívemben. Nem kimondva. Tudat alatti lehet.
hogy én már tudom, hogy miért nem akarom azt tenni. Én már tudom, hogy miért nem fogom azt tenni, amit Isten mond, csak még keresem hozzá a vádat, hogy miért nem. Keresem hozzá a magyarázatot, vagy utólag keresem hozzá a magyarázatot. Hogy én tudom, hogy nem azt kellett volna, de... És akkor magyarázom meg magamnak a bizonyítványomat. Ez az, amit itt látni kell. Itt a történetben össze van sűrítve az egész. Valóban így zajlott le, ugye? Majd valóban a keresztre feszítik az Úr Jézust, valóban így zajlott le, csak itt láthatóvá válik az, ami sokszor láthatatlan. Itt érzékelhetővé válik az, amit lehet, hogy magunkban nem is érzékelünk. De ezért van leírva, hogy jöjjünk rá arra, hogy itt nem a gonosz időkről van szó, hanem itt az emberről van szó, itt rólam van szó, hogy én sem vagyok semmivel jobb, mint ők. Azt kell felfogni, hogy ha csak én lennék a világon, rajtam kívül senki más, akkor az Úr Jézus szeretete lett volna olyan nagy, hogy csak miattam jött volna el. Csak hozzám jött volna el. De elég nagy az esély annak, hogy akkor én egyedül elítéltem volna az Úr Jézust ugyanúgy, hogy nekem te nem kell lesz. Ez az, amit itt fel kell fogni. Nem másra kenni, hanem a történetből megérteni, hogy itt rólam van szó. Itt minden emberről van szó. Itt Isten és ember közti kapcsolatról van szó. És nagyon jó, hogy tudjuk, hogy nem ez az utolsó történés. Valóban feltámad az Úr Jézus. És annak ellenére, hogy milyenek vagyunk, kínálja a kegyelmet, a bűnbocsánatot, az örök életet. Az olyan embereknek, akik hasonló helyzetben szintén az Úr Jézus megölői lettek volna. Az Úr Jézus bírói voltak. Szívükben valóban elítélték az Úr Jézust. És mégis felkínálja nekik az Úr Jézus a bűnbocsánatot és az örök életet. Mert ő vállalta a halált. Ő vállalta a poklot, hogy az ellenségei a mennybe juthassanak. Nem úgy, mint más gondolkodás, hogy én felrobbantom magamat, és akkor én jutok a mennybe, mivel az Isten ellenségét a pokolba juttattam. Ugye ez egy teljesen másfajta gondolkodás. Ez teljesen más forrásból származik. Az Úr Jézus az, aki magára vállalta a poklot. Még mielőtt mi ismerhettük volna őt, hogy mi, akik születésünktől fogva Isten ellenségei voltunk, hogy mi megkaphassuk a bűnbocsánatot és az örök életet. Ez az evangélium. Amen.